sokan ellátogattak a Szőnyi Szüret és Bor ünnepre szeptember 9-én. Horgászversennyel vette kezdetét a program kavalkád a Szőnyi Kórháztavon. A helyieket zenés ébresztővel invitálták a rendezvényre. A Bozsik iskolában focikupát rendeztek. A Pitypang együttes koncertjét nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek. A gulyásleves főzőversenyre 16 csapat, mintegy 150 ember jelentkezett. Az eredményhirdetéskor meg is vendégeltek minden jelenlévőt. A jó hangulatról Herzog Ricsi harmonika virtuóz gondoskodott. A főzőverseny első díját a Szőnyi Kulturális Egyesület nyerte el. A Szőnyi Szüret és Bor ünnepet Molnár Attila polgármester és Kraft Horváth Lóránda a polgármester nyitotta meg. Hogyha Szőnybe lejövünk és bármilyen esemény, rendezvény, ünnepség, falunap, akármilyen rendezvény van, ahol főleg akkor egyébként, hogyha szőnyiekről szól, hogy Szőnyért valamilyen, bármilyen karitatív jellegű tevékenység zajlik, vagy esemény, rendezvény, akkor nagyon sokan ott vannak a szőnyiek, és bizony én azt gondolom, hogy valahol ez adja az erejét a szőnyi közösségnek, hogy mindenki érzi azt a felelősséget, meg azt a kötelességet is, hogy mit jelent szőnyinek lenni. És én ezt nagyon köszönöm, mert ezért van egy ilyen erős közösség, ezért vagyunk ennyien itt egy ilyen rendezvényen, ezért vannak ilyen nagyszerű és összetartó civil közösségeink itt a Szőnyi városrészben. A világ arra megy, hogy az emberek atomizálódjanak, üljenek be a házukba, a lakásukba, nézzék a laptopot, nézzék a telefonjukat és ne beszélgessenek. A mai nap viszont pontosan arról szól, hogy ne így legyen, hanem arról szóljon, hogy barátkozzunk, beszélgessünk, keressük a kapcsolatokat és építsük ezt a közösséget, ami Szőnyben nagyon erős, és azt kívánom, hogy Szőnyben még erősebb legyen a közösség. És a mai nap azt bizonyítja, és a tegnapi nap is azt bizonyította, hogy sokan vagyunk, és sokan érdeklődnek a közösségi programok iránt, és nagyon köszönöm, hogy itt vagyunk együtt, és hajrá Szőny, hajrá Komárom! Idén Bencik Attilát és feleségét, Bencik Névida Tímeát választották meg bírónak és bírónének, akik Takács Józseftől és Molnár Zsuzsannától vették át a stafétát. Attilának azzal az üzenettel adnám át ezt a stafétát, hogy vigyázzanak a helyi közösségekre, segítsék, óvják, és tartsák tovább a helyi szőnyi hagyományokat. Attilának azt kívánom, hogy ehhez legyen erő, egészség. Ez egy nagyon komoly megtiszteltetés számunkra, nagyon örülünk neki. Nem tudom, hogy kiérdemeljük-e, de nagyon örülünk, hogy mi lettünk a bíró-bírónő. Ugye én vagyok a Horgász Egyesület elnöke, arra vagyok nagyon büszke, hogy a Horgász Egyesületet sikerült bevonni a városrész közéletébe. Sokat szereplünk a különböző rendezvényeken, mint Horgász Egyesület. Azon kívül a Zöld Egyesület elnöke is vagyok. És tegnap avattuk éppen a Nagy Endre emlékművet, aminek nagyon nagy nézettsége és nagyon nagy sikere volt, erre vagyunk a legbüszkébbek. Ezt az emlékművet a Zöldkéz Egyesülettel közösen avattuk és készítettük, Turi Zsolt segített nekünk a megszervezésbe. De ez egy nagyon nagy esemény volt, én úgy gondolom, a város életében. A vendégeket pálinkával, borral és pogácsával kínálták. Takács Ferenc katolikus plébános és Nagy Attila Ákos református lelkész megáldották a komáromi kosár közösség terményeit. Komáromi mazsorettek fellépését követően elindult a felvonulás lovasokkal, lovaskocsikkal, valamint a garabonciás néptánc együttessel és zenekarával, akik három megállóhelyen is táncra perdültek. Thank you.
nagyon sok kiegészítő programmal is készültünk, hiszen itt a Hősök terén a fák árnyékába a komáromi kosárközösség hozta el a terményeit, amit a saját maguk megtermeltek a kertjeikben, és nagyon örülünk, hogy színesítik a programjainkat. Itt van velünk a Kemence Egyesület, aki a Ligetben már nagyon megszeretett logikuckot hozta el nekünk, és hát itt mögöttünk pedig egy csomó népi fajátékot próbálhatnak ki a családok. Ezen kívül borászatok látogattak el hozzánk, itt van a felvidéki borvidékről az Amicius borház, itt van az ászári bőszepincézet, és az európai borlovagrendnek hozta ki egy komáromi termelő a borait. A szüreti felvonulást követően folklór és könnyű zenei programoknak adott otthont a színpad. Felléptek a szőnyi ovisok és iskolások, a Duna Népdalkör, a Napraforgók citerazenekar és a Nagykéri Mórinca citerazenekar. Program Agárdi Szilvia az Exotic és Wolf Kati koncertjével, brazil tánc és dobsóval, valamint utcabállal folytatódott.